éppen megpróbálunk munkát találni. Jaj, Cseri, most minek ez? Komolyan mondom, olyan megalázó. Letapossuk egymás tükszemét, ami francos melóért. Hagyjuk ezt valahogy, semmi valahogy, Joe! Tér már észre! Nem csak nekünk pucér a fenekünk. Mindenkinek kilóg a vala. Milyen? Azért a helyzet napról napra jövök bele. Akkor is ezt mondtad, amikor kirúgtak minket a hajóról. Jó, hát van olyan, hogy kiszárad egy folyó. Amikor két nap után felmondtak nekünk a Maximban. Én gyújtottam fel a kulatot. És a cirkuszban. Tehetek én arról, hogy az elefánt nem bírja a zenét. Hajtás, az életem nem hangos pénzem. Sincs kétsemem, hajlamos élek, mint fontalan csomagó. Látom, a kedvem is elhagyott hátha. Még osztanak jól a munkárat. Az azonos nevű 1959-es film és a Broadway musical után a rendező Bozsó József más színeket és finomságokat is belecsempészve értelmezte újra a darabot. Győzködtem az igazgatónőt, hogy ezt mutassuk be, mert ezt hiába van benne 12 kép, meg olyan díszlet kell hozzá, ami kurítható, stb. Ezt csináljuk, mert ez nagyon jól fog elsülni. Ugyanígy jártam külön a Bob Herceggel, azt is 3 évenbe került, mire bemutattuk, és nagyon nagy sikerű széria lett belőle. Ugyanez lett, és amikor megkapom az engedélyt, és tudom, hogy nem tudom, mikor majd be fogjuk mutatni, akkor fél évvel előtte nekiülök a szövegkönyvnek, beírom a számítógépembe, elképzelem, változtatok rajta, összeülök a zenei vezetővel, nem egyszer, nem kétszer, nem tízszer, 15-szer, 20-szor, összeülök a koreográfussal, meg megmondom neki, mit akarok, összeülök magammal, és meggyőzöm magamat arról, amit nem vagyok teljesen biztos, és akkor kiválasztjuk a szereplőket, ugye, hogy kik lesznek, hogy legoptimálisabb szereposztás legyen, és utána neki fogunk a próbáknak, de a próbák az már a folyamat vége felé van, a próbák kezdete, amikor megcsináljuk, mert akkor már agyban, fejben már kész van a darab, és zeneileg is természetesen. Zenévezetőnek mi a dolga egy ilyen musical színpadra állításakor? Hát először is a próba folyamat alkalmával Bozsó József rendező úrral többször átbeszéltük a darabot, hogy konkrétan melyik szám milyen formában menjen. Ez volt az első feladat. A következő feladat a próbákon részt venni, tehát a zenét lejátszani a próbákon, és amikor már az előadások vannak, ott a zenekart összefogni, és zeneileg az egész produkciót összefogni. Miért jó a Turaida Színházba csinálni egy ilyen darabot? Hát nagyon, nagyon jó a hangulat, tehát én nagyon szeretek a Turai Színházban dolgozni, nagyon szeretem a társulatot, nagyon jó társulat. És a zenei vezetőnek van kedvenc zeneszáma egy musicalben? Hát sok kedvenc zeneszámom van ebben a musicalben is, főleg az olyan zeneszámok, ahol big bandes felrakások vannak a számban, azok kedvenceim. Hát imádtuk a próbát, mind a mellett, hogy rengeteg más darabot próbáltunk mellette, úgyhogy ez igazi felhőtlen kikapcsolás volt, mikor a többi darabok közepette ezt is próbálhattuk. Nehéz volt, mert 3 koreografáltuk az egész darabot. Bozsó József csinálta a step betéteket benne, illetve a gengszterekkel ő foglalkozott, illetve Merk László a fiúkkal, és én a lányokkal. Úgyhogy 3 alkottuk ezt az egészet, úgyhogy össze kellett dolgozni, és ez a közös munka nagyon izgalmas volt. Hogy érzed, mennyire tudott a hangulata megvalósulni ezen a színpadon annak, amit a filmbe, ugye a filmet azt mindenki ismer és mindenki imádja? Hát ezt leginkább a nézők tudják megmondani, mert mindig óhatatlanul összehasonlítják, mindenki ismeri a filmet, népszerű film. Mi úgy éreztük, hogy sikerült ezt megvalósítani, és remélem, hogy a közönség is jól szórakozik rajta, és így gondolják. Milyen volt a színészekkel együtt dolgozni? A Turaida Színházban rengeteg darabba dolgozunk együtt, úgyhogy úgy ismerjük egymást, mint a tenyerünket, lábunkat a kis fejünk bóbjától a lábunk ujjáig, és félszavakból megértjük egymást, úgyhogy ilyen szempontból könnyű volt mindenkivel dolgozni. Mi áll hozzád közel, mint stílus? Ez az amerikai jazz, vagy swing? Én alapvetően jazz tánc tanszakon végeztem a főiskolán. Színészként dolgozom, de ez a szakmám. Úgyhogy így a jazz motívumok, azok nagyon közel állnak hozzám.
Én, hogy mondjam, olyan rendező vagyok, aki nagyon nagy szabadságot adok a színészeknek. Csak akkor szólok bele, hogyha valami falsot látok a játékokban. Mindig mondom, hogy nyugodtan menjetek, próbálunk, és ha valami nem jó, akkor majd én szólok. És akkor, de van egy-két dolog, amit megkövetelek a darab nagy egésze szempontjából, főleg a két főszereplőtől. Például azt, hogy ne legyenek soha nők. Vajon milyen lehet a tűsarkúba menni, és abban táncolni? Baromi kényelmetlen, tehát el is hangzik a darabban, hogy a sírba visz ez a magas sarok. Hát férfiként nagyon nehéz, de talán azért könnyű, mert ugye mind a kettőnknek van táncos múltja, és azért elég sokat voltunk féltalpon, és azért ez a féltalpas talajfogás talán egy kicsit biztonságosabbá teszi. Azt már hallottam, hogy most találkoztatok először, mint partnerek, és mit szóltatok egymáshoz? Én nagyon örültem neki, hál' Istennek. Ugye a Robival egyszer már dolgoztunk, de akkor váltók voltunk, Mustafát csináltunk a Bála Savoyban, de már többször is láttam a Madácsba is, és hát ugye ők egy osztályjal följebb végeztek a főiskolán, és én nagyon szerettem azokat a dolgokat, amiket ő csinált, úgyhogy reméltem, hogy találkozunk, és hál' Istennek sikerült is, úgyhogy én pozitív. Hát ő egy kicsit megijedt, vagy nem tudom, beszél. Tőle. Nem, nagyon aranyos vagy, én ugyanezt tudom elmondani, tehát én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy a Zolival közösen fogunk játszani. Most már nem egy szerepet, hanem külön-külön szerepet, és együtt tudunk szervesen kiegészítjük egymást. Így van, én is nagyon örültem. Mindig az aznapi hangulathoz képest picit változik, attól függ, hogy milyen a közönség, és milyenek a fiúk, milyen tempót vesz az elején a zenekar, sok minden összetevője van, hát végül is ez egy felhőtlen szórakozás remélhetőleg a nézők számára. Mai délután egyértelműen az volt, és azok a közönség nevetése, az inspirálja az embert. Milyen az életet, uraid, a színházban? Milyen volt a próbaidőszak? Hát ez elég sűrű dolog, mert hála Istennek elég sok előadást is kellett közben teljesíteni, és délelőttönként ugye próbálni. A Turai Színházban tudni kell, hogy nagyon sokat járunk vidékre, tehát a színész kollégák, akik itt kvázi táncosként léptek föl, hihetetlen munkabírással és teherbírással rendelkeztek a próba időszak alatt, és ezt azóta tartják is. Tehát nem volt könnyű, de hála Istennek megérte. Nyugodtan mondhatom, hogy Turaida Színház egy közösségszínház, ami nem azt jelenti, hogy bulvárszínház lenne, hanem azt jelenti, hogy a darabokat úgy próbáljuk meg bemutatni, hogy mi is szeretnénk látni. És a rendezőinket is, és mind a koreográfusainkat, és az íróinkat is mind arra sarkaljuk, hogy úgy írják át, úgy rendezzék meg, és úgy tegyék színpadra, hogy a közönségnek tetszen. Tehát ilyen lila ködöket nem vagyunk hajlandóak elviselni. Az író szellemében rendezünk és alkotunk előadásokat. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan bemutathatunk egy drámát. Tök mindegy, hogy milyen drámát kiírta, stb., de az író szellemében kell tovább menni, és nagyon nehezen fogadjuk el, hogyha átírják a darabot. Felhőtlen szórakozás, nagyon nagy viccek, nagyon nagy poénok, és egy nagyon tartalmas, szép este. Én azt gondolom, és zeneileg is nagyon szép, tartalmas este. Természetesen itt vagyunk sokat, vagyunk Óbudai Kulturális Központban sokat, vagyunk a József Attila Színházban, egy pár darabunk ott is megy, és hát az ország körülbelül 90 városába viszünk darabokat. 3 alkalommal játsszuk el, aztán megyünk vele vidékre,
Most november 24-én este 7 órakor a Ferencvárosi Művelési Központban lesz, Haller utcában, és december 22-én, tehát karácsony előtt dupla előadásba játszuk az Óbudai Művelési Központban. Jön a közönség, hogy nagy siker lesz, hát ilyeneket, hát mit is mondhatnék még? Szépeket, jókat, boldog előadásokat. Hát esetleg, hogy máskor is lehessünk partnerek, talán mint fiúk, az is érdekes lenne, tehát, hogy esetleg, hogy... Igen, hogy úgy, tehát úgy valahogy igen, úgy. Igen, tehát, hogy például, igen, hogyha így... Tehát ezeket leszednénk, lemosnánk, és akkor tényleg valami. Hogy milyen, mint az elején arra pár perc. Kék a szója, ásra a